Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi az ő terve? Így nevezem ezt a kirakást. Ez a videó egy személyes jóslás Lisiana részére. Kedves Lisiana, ez a te videód. Amit te írtál nekem, hogy te megismerkedtél valakivel, de ennek a férfinak még van egy párkapcsolata. És most bepillantunk az ő párkapcsolatába. A jelenlegi helyzetét ez a kártya mutatja. Ez a nagy mackó vagy medve. Ez az erőt szimbolizálja. Tehát kell, hogy erőt vegyen valamiből, vagy valakitől. Ez arra utal, hogy fáradt, erőtlen, és most nyugalomra van szüksége. A következő kérdés, vannak-e tervei, és ha igen, az mi lenne? Erre megadja a választ ez a kártya. Ez az út mutatja az ő sors útját, a jövőjét. És itt mindenhol kövek vannak. Ez a kövekkel kirakott út nehézségekre utal, és amit ő most tervez, ezeket a köveket el kell, hogy távolítsa. Ehhez viszont erőre van szüksége. Mi áll a központban? Mi a fókusz, ami őt most nagyon-nagyon foglalkoztat? Erre ez a két gyűrű mutat. Ez egy házasság, egy házassági ajánlat, egy párkapcsolat, viszont jelenthet szerződéseket is. Milyen hatással van ez a hölgy az ő életére, vagy az ő személyiségére? Ezt ez a borult felhő mutatja. Nagyon-nagyon borús az idő. Az lehet viharos is. És ez a felhő szimbolizál valamit, amit nem lát át. Tehát nincs köztük meg ez a tisztaság. Fontos beszélgetések vagy tervek a jövőt illetően. Tehát nehéz eldönteni, hogy milyen irányba vezet ez a közös út, ha ez egy közös, ez az út, vagy éppen kövekkel van kirakva. Mi változik nála, vagy mit fog ő megváltoztatni, ezt mutatja ez a torony. Ez a torony jelentheti azt is, hogy ő bezárva érzi magát épp ebben a kapcsolatban, és ki akar törni belőle. És most jön egy nagyon fontos kérdés. Hogy lát ő téged? Ezt mutatja ez a kártya. Ez jelenti, hogy itt folyamatban vannak a dolgok, és ez mind nagyon szép, kellemes, és ez a virág arra utal, hogy itt kivirágzik minden, mutatja a te lelki tisztaságodat, de azt is, hogy ő hogyan néz rád, és ez a virág szimbolizálja a testi kapcsolatot is. Tehát ez is fontos, mert a vonzó erő megvan, és ő bizony kívánja ezt a testi kapcsolatot is. Hogy néz az ő barátnőjére, hogy látja őt, ezt a levél mutatja. Ez egy zárt levél, tehát vannak titkai. A hölgynek vannak titkai. Az is lehet, hogy ez a hölgy átnézi az ő postáját. Ki írt neki? Mit írtak neki? Azt is közli ez a kártya, hogy ez a hölgy megírja. Tehát eldönti azt,
hogy neki mit kell, hogy tegyen, és az nem teszi őt boldoggá. És pontosan ezek itt a hamisságok. Ő nem bízik benne. Mi várható kettőtök között? Ez idő kérdése. És kell, hogy türelmes legyél, amíg ez a fa gyümölcsöt hoz, amíg ez a szerelem kivirágzik. És mi lesz kettőjük között? Tehát közötte és a barátnője között. Itt lesznek újdonságok, ezt mutatják itt a gyerekek. És mi fog következni? Belép egy férfi a hölgy életébe. Pontosan mit jelent ez? Ez a hölgy meg fog hamarosan ismerkedni egy másik férfivel. És az azt jelenti, hogy ők szakítanak egymással. Most felteszem a kérdést. Van arra lehetőségetek, hogy ti összejöjjetek? Igen, nem, vagy talán. Ha az inga jobb irányba mozdul ki, az annyit jelent, hogy igen, megvan rá a lehetőség. Amennyiben az inga bal oldalra fordul ki, az annyit jelent, hogy ebből nem lesz semmi. Amennyiben az inga megáll, az annyit jelent, hogy várjál, hogy mik fognak történni. Talán igen, talán nem, az is lehet, hogy te megismerkedsz valaki mással. Igen, nem, vagy talán. Az inga jobb oldalra mutat, és megadja a választ, igen, van arra lehetőségetek, hogy ti összejöjjetek. Kedves Lisiana, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Ha valakit érdekel ez a jóslás, természetesen megrendelheti e-mailen keresztül. A díjam 3500 forint. Asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!